49. A király utazása, Olivárez elképzelése szerint, kitűnő alkalom arra, hogy pompájával felidézze a távoli sanyol tartományokban és a hűség és áldozatkészség nemzeti eszményeit. A felség így az országban panasznapokat tart, parasztok is oda merészkedhetnek székéhez, dönt határpörökben, gyermekeket törvényesít, öntözőműveket szemlél meg, nemességeket oszt. A hírverés, erről a gondadukú szervezete gondoskodik, már jó előre felnagyítja a király látogatás jelentőségét. Szószékről hirdetik, mi megtiszteltetés érje a város vagy környék népét. Az inkvizíciós kilép elzárkózottságából, a szent hivatal egész apparátusa segíti Fülöp király országjárásnak sikerét. A fáradt unatkozó embernek most jóval többet kell dolgoznia, mint az álkázárban. Ott nincs más dolga, mint aláírni vagy visszavetni a hunták referátumait. Bármikor felemelkedhetik a tanácsülésről, nem köteles okát adni, miért távozik. De a helyi panaszok zsilipjeit egyszer megnyitották, új baj áradattal találkozik, melyre nem számított. A paraszt, ha egyszer király elé kerül, nem tesz nyelvére lakatot. Kormázok pöffeszkedése, önkényes végrehajtások, birtokpörök, kiforgatások, ezek a mindennapos panaszok. És végül is Don Felipe nem prókátor, hogy menten átláson a szitán. Kinek van igaza ebben vagy abban a vitában? A nép elvárja, hogy a felkent személy bölcsebb legyen nála, minden cselszövényen keresztül lásson. Így a spanyol tragédia hullámába kerül a jó szándékú, de tehetetlen király. Ezt a pert ön hogy oldaná meg? Kérdezte este, vacsora közben Calderón de la Barca úrtól, aki a Szent Jágó rend köpenyében ül az asztal végén. Ő nagyszerű, záró szokott találni király darabjaiban, de sajnos egyik sem illik erre az öntözési processzusra. Átvenném öntő darabja művét, a vállalná az ítéletet. Ezek kegyes nagy pillanatok. Odahaza, az Alkazárban soha nem hangozhatnék el ilyen mondat. A kísérlet tagjai összenéznek. Ilyen későn? Ennyi év után talán mégis ember lesz Don Felipéből? Még a beavatottak sem tudják viszont, hová indult harmadmagával ő felsége másnap reggel. Egyesek szokott felséges kalandra gondolnak. Talán egy kastély szép asszonya hívta meg a királyt. Ám ennek ellent mond, hogy Fülöp reggel gyónt és áldozott. A paráza szándék élt volna benne erre a napra, nem hívatta volna hajnalban a gyóntatót. Az agradai zárd előtt állt meg a három lovas. A kapus szorúr már órák óta várja a felséget. Király látogatásának a klastromban is megvannak a maga szertartásai. A klauzúrával védett falakon belül a főnökasszony a szuverén. A főnökasszony az a szor Mária, akit Fülöp most fog először látni szemtől szemben. Előbb átadja ajándékait, lerúj a kegyeletét az erekék előtt, utána megy csak be a csak a társalgóba, ahol várja már, az Agradai Mária. A főnök asszony, polgári család gyermeke, nem szép, nem fiatal. Örök típus, a spanyol apáca zárdák 50 ezer lakosa között. Tekintete rendkívül átható, nagyon figyelmes, a írás vesz kezébe, pápa szemet tesz fel. Ez nagyon ritka a spanyol apácák között. Nem veszteget sok szót a szertartásokra, nem veszi el biztos, szép, kastiljai hanghordozását azért, mert látogatója fülöp. Levelekből már ismeri a királyt. Sokáig nézte írását, hogy valami belső vasfegyelem a láthatatlan válaszvonalon belül tartja szeszélyes, szálkás, kiért betüket. Már talán minden alapvonás ismer benne. A saját gyarlóságát, önvádakkal korbácsoló gyenge embert, aki beleroppan kiválasztottságának tisztelésébe. Gög, gögge szemben. Szóval Mária megszalottak csendes hitével, hisz önmagában. Alázatos, mint régi apáca, mint egy a millió spanyolasszony közül. De kimerni állítani a bölcsessége, földi eredetű, és nem a felsőbb sugalat világítja meg. Ha átszelemültségének ködébe burkolódzik, hagyja és megváltozik. Intonációja, a himnikus nyelvhez hasonul. Majdnem két órán át tart a beszélgetés a két kiválasztott között. Mindketten tudják, soha vissza nem térő, egyetlen fejedelmi találkozás. Az apáca hallgatja, míg Fülöp a francia háború had mozlatairól fel a hadititkokat. Szóval Mária halkan mondja, erősítsék meg a Barcelonát védő jobb szárnyat azzal szemben leselkednek az ellenség legerősebb ütegei. Beszéd közben a felség megjegyzi, erről Olivárez grófnak mi volt a véleménye. Az apáca összeszorítja keskeny ajkát. Senkinek sem szabad nagyra vágyásában balsosba, skárhozatba vinni Hispániát. Így nem mert beszélni előtte Don Gászpárról, még Vevedó sem, a versében. Amikor a felség még egyszer megelmítte a kondadukot, mint aki a hadsereg szervezésének mozgatója, szava jeges csendbe hull. A főnök asszony erre sem válaszol. Milyen végtelen kegyelem lettétese lehet az asszony, hogy így ülve a magas hátú székben ítél Hispánia legfőbb hatalmassága fölött. Szóval Máriának jó a memóriája. Betéve tudja Fülöp minden levelének minden mondatát. Felvillantja belső, fogalmi ellentéteket. Hirtelen világosá válik, miért bírálta egy-egy válaszában, hogy áthatóan Fülöp érzi, milyen lényelő szemben, akinek hatalma van vele szemben. Meggyőzőbben kormányozza a lelkét, mint az öreg, kipróbált Páter, akit köt a királyi gyontatok ősi formulája. Az apáca nem fél a szavaktól. Egyformán szól tartományok peréről, szeretőkről, haderatokról. Sok minden hír érkezhetik ide, Agredába, mert a szoror nem mond ostobaságokat. Stájékozottság a politikai ügyekben túl nő az udvari hivatalnokokén. Mintha nem lenne előtte fogalmi nehézség, labirint kérdés, kényes probléma. Néha penge éles a hangja. Máskor meg, mintha élvezné saját, szinte túl pontos mondatait. Én lassan elhagyja a földi világot. Ha inspiráciáról beszél, sugárkörökbe téved tekintete. Szó Mária, leveleimet továbbra is magam pecsételem le, a papír fél oldalára írok. Kérem, a másik felén válaszoljon, ha lehet, egy napon belül küldje vissza. Mindig nagyon várom válaszait. A levél nem kerülhet avazatlan kezébe. Fülöp beszél a király. De csak ez az egyetlen ilyen mondat, utána az apácsa summázza. Felséged még ne támadja meg a franciákat erősítse inkább a széles ostromzárat Barcelona körül, ne égesse fel a falvakat, még akkor sem, ha azok fellázadtak. Ügyeljen Medina Sidonia hercegére, mert annak Andalúziában pártütésen jár az esze. Olivár nevét nem ejti ki. Vagy halkan kérdi, elküldte felséged végleg a kertészlányt a Boer Retiro kerti házából, s van -e abban valami bűnös szándék, hogy felséget felfedezett egy új színésznőt, aki át fogja venni a Calderona egykori szerepeit. Halkan tétován válaszol. Nem gyónás, de le kell hajtani a fejét az apáca tekintet előtt. A hang. Felséged. Miként írja? Még egyszer meglátogatta régi szeretőjét, néhány nappal azután, hogy Don Juan bemutatkozott az udvarnál. Vajon kegyes látogatás volt-e, vagy felújították a régi bűnös kapcsolatokat? Az időtlen apáca arc meg sem rezzen, amikor kérdi. Miért oly mértékten felséged a hitvesi szerelemben ennyi esztendő után? Gyermekei nőnek, kenyeri javát már megette, mint minden halandó ebben az életkorban. Felséged éveiben már könnyebben lehetne leküzdeni a test gerjedelmeit. Válasz! Milyen válasz? Mit tudja szoror Mária, mi az, úgy ébredni minden reggel, hogy akta hegyeken kell átrágnia magát, ha egy nap nem végzel a penzumát, másnapra már mindent, elborít asztalán a félelmes papíráradat. Mi az, hallgatni naponta, háromszor, órákon és órákon át, olivá lesz? Ezek van az utolsó percek a búcsú mondatai előtt. Még egyszer bemegy szor Máriával együtt a kápolnába, majd az összes nővér kikíséri a kapuhoz. Amikor nyerekbe száll, arra gondol, a konda és az agradai apáca csendes bajvívásában szór Mária maradt felül. Hadjárat, várvívás, katonai séták, kisebb csaták, közben felperzselt föld, kifosztott falvak, megbüntetett lakosság, hiszen a lázadókhoz csatlakoztak. Katalónia megszállott földé vált. Aragóniában fegyvert adnak a parasztok kezébe. Menjetek hegyekbe, erdőkbe! Álljátok a franciák útját! Pusztítsátok az utakat! Támadjátok meg szekér Az aragonok fegyvert kapnak kezükbe. A franciáknál is gyűlöletesebbek náluk az urak. Egy-egy lángba borul. És amikor elkövetkezik a számadás pere, mindig ez a megismétlődő válasz. Cinkosa volt a gazda franciáknak. A bíróság tudja, nincs alapja mondásnak. Néha elítélik, néha felmentik az aragon kastély égetőket. Ragában ütik fel a hadiszállást. Innen áttekinthet ő felség az egész hadihelyzetet, központi fekvésű helyez, a veszélyeztetett ueszkai tartományban. Fülöp csak annyit tudott eddig erről a városkáról, hogy onnan kapta azt a lára a legillatosabb fügét. Itt egy házat rendeznek be a király részére. A hadjárat jó alkalom a realitásokra, egyszerűsödik az udvartatás épp úgy, mint az alkázár kényelme. Kevésebb víz a mosdásra, senki sem gondol. Fűtei nem lehet, legfeljebb serpenyőben hoznak be parazsat. A plébános küld bort a királynak, ez sem a legfinomabb. Mesterembert alig találni, aki betapassza a ház részeit. Befújja a szél, a kémény a füstöt visszaveni. A derékaet egészen átitatta nyirok. Este futár jön Madridból, Izabel kézjegye a zöld pecsét felett. Még soha nem élt ilyen kedvesen, számolja az órát és napot. OSK-ban fekszik az én ezredem is. Hajnalban indulok. Estre Hueszkában leszek. Ott várom úgy, ahogy várni legkedvesebb lovagomat. Jó el rej! Írja Izabel, játékosan és büszkén, mert a pillanatban Madridban ő a király. Izabel király a fővárosban, Felgyúl fantáziája, a száz és száz színdarab teatralitásának tükrében ragyogó felvonulásokat, katonai parádékat rögtönöz. Ötletei kifogyhatatlanok. Donya Inyez kétségvesetten látja, hogy évtizedes fogja kiszabadult. Komolyan veszi régenségét, reggel már ülésezik az államtanács, a későnkelő grandok morognak, kelletlenül morognak valamit a közügyekről, de Izabel okos, gyors riposztú, mint mintha egyszerre kitombolná magát a sok megaláztatásért, melyben évtizedek óta része volt. Asszonyi, és néha váratlan bölcs az elhatározása. A titkárok egymásra néznek, az írnokok alig bigyek elefolytani nevetésüket. Mindent megold, amivel évekig kínlottak a hunták, szakértők, tanácsosok. Ülés után melvértet kapcsoltat a derekára. Kimegy a gyakorolt terekre, végig néz a színlelt lovas ütközeteket. Részre ezt a célő versenyben, és minden elsütött egy ágyút, elviszi magával Baltazar carlos végig vágtatnak a Kalle Majoron, a nép kiáll az utcára, Izabel kegyesen lengeti kendőjét. Ez azt jelenti, hogy a jelképek nyelvén Izabel szabad, most Madridé. Leszáll a piacon, kérésére egy védővel leszállítja a kofán gyümölcsadóját. Asszony újongás, megint Oliver a vesztes. Estére már megjelenik az utca embere nevében az Izabelt magasztaló vers. Éle a kontoduko ellen. Izabel, mint a megsokszorozná az órák rendjét. Nincs pihenés. Édes délutáni órák a színházi páholyban. Király, mint apja, a váratlan trónra került Hugenotta Henrik. Madrid fölött így uralkodik Izabel. Szerény vidéki ház, ahol fölött találkoznak. Egyetlen nő hozott magával a királyné, a többi, mint kamarás, szárnysegéd ezredes. Majdnem rejtve találkoznak, mint titkos szerelmesek. Miként Fülöp meséje szerint egykoron, egy hegyi faluban a legendás ősanyas ősapa, Aragoniai Ferdinánd és Kastiliai Izabella. A királyfi összír együtt jött át a hegyeken, a király kisasszony bátyán a gonosz udvarából menekült. A hegyek közt faluban egy plébáros adta őket össze. Belőlük lett a katolikus királyok. Így meséli Fülöp, zizeg a az ágyban, amikor átöleni Izabelt. Másnap hajnalra támadást beszéltek meg a hadiszálláson a francia állások ellen. Már napok óta előkészítették a rohamot. Csapatokat vontak össze, a franciák megtévesztésére próba támadásokat rendeztek, feláldoztak néhány tucatnyi katonát azért, hogy az ellenség ne sejtse, hol lesz a döntő támadás. A felség közölte a vezérekkel. Személyesen óhajt részt venni a hadműveletekben. Ha a sors úgy hozza magával, használja majd fegyverét is. Akkor érkezett Izabel levele. Don Felipe a spanyol tragédiák válaszútjára került. A becsület azt kívánná, hogy azt írja a feleségének, ha túlélem a holnapi napot, úgy estél szabad vagyok. De Fülöp ma vágyik Izabelre, ezért úgy dönt, halasszák el két nappal a támadást. Hadvezérek egymásra néznek. Egyetlen kémjelentés már elég ahhoz, hogy a támadás terve összeomoljék de Don Felipe határozott. Senki sem mer neki ellent mondani, végre is sokan tudni vélik, hogy ő felsége az egektől kapja az inspirációt. Hát, ha Fülöpnek van igaza, és a fátum kívánja, halasszák el a támadást. Ám két nap múlva, amikor a király már visszatért, híre hanva sincs a franciáknak, elvonultak az éleple alatt. Ha megtámadták volna őket az eredeti időpontban, amikor erre felkészültek bizonyára, ő felsége nevéhez fűződött volna a diadal. Ám Fülöp így is diadalmas, mint a fiatal férj lenne, a mézesetek küszöbén. Lobbanó, furcsa szerelem Izabellel, nem adja semmiért, hogy ott hagyta a generálisokat, megszökött egy parasztházba, övék, kettőik az éjszaka, a reggel, a dél. Estére ígért, hogy visszatér frágába. Másnap jött a támadás. Férfi halál vagy diadal? hiszi -e valóban, Fülöp, hogy igazi rohamra vezetnék, hogy kockán forogna felséges élete? Ugyanolyan harci sors mérlegén állna, mint a kötéllel összefogdosott zsoldosok? Estőtől délig nem látta senki a felséges párt. Az Alcázar beli, udvari illemre tanított alabárdosok helyett őrt álló katonák virrasztanak a ház körül. Nem engednek be senkit, a felség parancsa szerint. Délben fel kell fülöp, megeszi a fragai fügéket, amelyeket magával hozott. Egyedül vannak, a kétszobás parasztházban, a felséges asszony körülnéz a konyhában. Nem tudja felszíteni a tüzet. Még soha nem próbálta. Sajtott talál hagymát, kenyeret, kevés bort, cserépedényben olajat. Izabel buzgolkodik, terít. Így még soha nem reggeliztek ilyen szépen, ilyen boldogan. Úgy élnek, játszanak, búcsúznak, mint fiatal szerelmesek. Az asszony várja a frágai diadalról a hírt. Fülöp meg megtudja, Elmarad a szépen előkészített ütközet. Húsz mérföldnyi körzetben nincsenek franciák. Csak az erdőkben, szakadékokban, hágokban rejtőznek lesben fegyveres katalánok. Ellenük pedig csak aragon parasztokat lehet harcba vetni. Bozódban nem küzdenek arisztokraták. Elmarad a frágai diadal. Fülöp kis szomorú. Bár hosszú volt az éjszaka, szívesen kezdte volna napot lovasrohammal. Szívesen játszotta volna Izabel és hispánő előtt a hőst. Mert mégis örömet akar szerezni Izabelnek. Vélász kezd, kéreti. Azonnal kezdje el itt a képet, amely ő felségét hadiköntösben csatára készen ábrázolja.